Több mint 100 000 tonna mogyoró terem Olaszországban évente. Segíthetnek-e az új generációs robotok a mezőgazdaságban, hogy a termelés még hatékonyabb és környezetbarátabb legyen? A mogyorót hatalmas ültetvényeken termesztik, ahol elkerülhetetlen, hogy egyes növények megfertőződjenek. A nagyüzemi növénytermesztésben nem lehet az egyes mogyoróvesszőket külön-külön kezelni, a kutatók most mégis erre tesznek kísérletet. Az úgynevezett precíziós gazdálkodás lényege a célzott kezelés. Minden egyes növény pont annyi vizet, tápanyagot kap, mint amennyire szüksége van. Ezzel a hagyományos termelési módokban nem nagyon foglalkoznak. A robotoknak az lesz a feladatuk, hogy figyeljék a növényeket, és rögzítsék, hogy hol mire van igény. Ez a feladat egy gazdálkodónak hihetetlenül sok idejébe kerülne, a robotok viszont önjáróan végzik. Beszkenneljük a növényeket, egy 3D-s programmal digitalizáljuk az adatokat, az így leképezett nagy felbontású felvételekkel valójában rögzítjük minden egyes növény állapotát. A robotok az EU-s Pantheon projekt központi számítógépére küldik a begyűjtött adatokat. Egy felhasználóbarát felületen keresztül a gazdálkodók elérnek minden szükséges adatot a döntéshozáshoz. Az időjárástól kezdve az egyes növény tápanyagigényéig szinte mindent. A jövőben minden egyes bokorról lesz egy 3D-s felvételünk, és a begyűjtött adatok hozzárendelésével tudni fogjuk, hogy melyik növénynek mire van szüksége. Kell-e metszeni, elég vizet és tápanyagot kapott-e. Azt is rögzíti, hogy a növény korábban milyen kezelést kapott. A robotok olyan speciális mozgásérzékelővel vannak felszerelve, ami a legprecízebb mozgások kivitelezésére is alkalmassá teszi őket. Az a cél, hogy mindeközben érzékeljék, ha egy növénynek valamire szüksége van, és azt meg is tudják jelölni. Ilyen pici jelölésekre kell gondolni, amikor az ágak megjelöléséről beszélünk. Sokat dolgozunk azon, hogy a robotoktól beérkező adatokat összesítsük, a szélsebességétől kezdve a növény elhelyezkedéséig, és így számítógépen modellezni tudjuk a termelést. A növényeket egyelőre továbbra is emberek metszik, de a robotok mondják meg nekik, hogy hol és mit kell levágni. A rendelkezésre álló adatok alapján a robotok pontosan meg tudják jelölni, hogy hol kell metszeni. Ez pedig azért nagy segítség a gazdálkodóknak, mert így a kevésbé tapasztaltak is tökéletes munkát tudnak végezni, ha mondjuk metszésről van szó. A brüsszeli ULB Egyetemmel együttműködésben az olasz kutatók azon dolgoznak, hogy a nagyobb ültetvények megfigyelésére alkalmas drónt fejlesztenek ki. Így később a levegőből tudják majd megmondani, hogy hol kell öntözni, hol kell permetezni, és még azt is, hogy mikor lehet kezdeni a betakarítást. A nagyobb édesipari cégek már jelezték, hogy érdekli őket ez a technológia. Egyszerűen azért, mert a segítségével nagyobb hozamot, jobb termést és kisebb környezeti terhelést érhetnek el. Ezek pedig egyre több cég számára fontos szempontok. Az emberi munkát ezek a robotok egyelőre nem tudják kiváltani, de abban sokat segíthetnek, hogy csökkenjen a szennyezés és a pazarlás a mezőgazdaságban.